Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, az első negyedet 23-9-re nyerte a Farkasinszki Orsolyát nélkülöző NKS. A második 10 perc már szorosabb volt, de 3 ponttal így is növelni tudta előnyét a Kosársuli. A harmadik negyedben újabb 15 ponttal nőtt a két csapat közötti különbség, így a záró szakaszban az is belefért, hogy a fiataljaikat is pályára küldő nyíregyháziak 6 pontot leadjanak előnyükből. A vendégek legeredményesebb játékosa a 24 pontig jutó Pap Klaudia volt, aki az irányító poszt mellett a 2-es és 3-as poszton is játszott a mérkőzésen. Edzőn kérésére kitolódtam 2-es-3-as pozícióba, hogy gyakoroljuk a következő meccsekre is ezt a felállt játékot. Igazából egész jól éreztem magam ezeken a posztokon, azt hiszem sikerült megoldanom a feladataimat. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén 5 győzelemmel a Szeged áll, megelőzve a szintén veretlen 4 sikerszámláló Vasas Akadémiát. A nyíregyházi Kosársuli 5-1-es mutatóval harmadik a tabellán. Az NKS a következő fordulóban a Szegedet fogadja. Ennél a Szegednél vannak juniorkorú játékosok, de ugyanúgy, ahogy nálunk, ott van az idősebb korosztály is, aki azért a rutin miatt veszélyes lehet számunkra, és ráadásul, hogy nekünk a Szeged az, aki a mumus csapat, tehát mi azért minden évben sikerül valamilyen attrakcióval valami hülyeséget összehoznunk, tehát új támadásban, mint védekezésben. Természetesen azon leszünk a héten minden tekintetben, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük, és megpróbáljuk ezt a Szegedet itt legalább hazai pályán megvenni. Ehhez adottak a körülmények, adottak a játékosok, ebből ott mindenképp és egészséges. Készülünk rá, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül ebből kihozni. A nyíregyházi Kosársuli Szegedi KE mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában.